Minden oktatási intézmény igyekszik bensőséges karácsonyi műsorral meglepni tanulóit és a szülőket, érdeklődőket is. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának általános iskolájának tanulói már hetek óta próbálták ünnepi műsorukat. Körülbelül négy hete kezdtük el a készülődést, hiszen advent négy péntekén az iskolába gyertyát gyújtottunk, második vasárnap a templomba, és most ez tulajdonképpen a karácsony előtti negyedik gyertyagyújtás, illetve a karácsonyra készülés alkalma. A műsor összeállítása során kifejezetten ügyeltek arra, hogy valamennyi gyermek részese legyen a rendezvénynek. Igyekszünk minden gyermeket a színpadra állítani, hiszen minden szülőnek a saját gyermeke a legfontosabb. Osztályonként szerepelünk, illetve a felső tagozatosok összevont tan Betlehemi műsort adnak elő. A kisrefi igazgatója hangsúlyozta, hogy a műsornak milyen fontos üzenete is van. Egyik legfontosabb egyházi ünnepeknél vagyunk. Jézus születésénél, egyházi iskola révén ezt tartjuk az egyik legfontosabbnak, de ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy ez a szeretet ünnepe is, és szeretetben, békességben teljen a karácsonyuk. Az ünnepi előadáson a kisrefi valamennyi tanulója azaz 216 fiatal vett részt.